Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, a megjelenteket és a tévéképernyő előtt ülő dömösieket a mai rendkívüli testületi ülésünkön. Mielőtt bármibe is belefognánk, köszöntöm dr. Sarkantyú Adriánt, a Esztergom Dömösködős Polgármesteri Hivatal megbízott vezetőjét, aki segít nekünk július 1-től a feladataink kibogozásában és ellátásában, illetve hát az Esztergomi Hivatal munkatársát, aki nekünk pedig a jegyzőkönyv vezetésben fog segíteni. Ezzel biztosnak vehető mindenki számára, hogy július 1-től megalakult a sokat hányattatott Esztergom Dömös Közös Polgármesteri Hivatal, és néhány szóba akkor az Adrián ismerteti a mai állapotainkat. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a képviselőtestületet, illetve Dömösközség megjelent lakosságát. Valóban 2013. július 1-től felállt az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal. Én magam és az esztergomi kollégákkal együtt elkezdtük a közös munkát. A legfontosabbakról számba véve a hivatalnak a munkáját, tehát az önkormányzat legsürgetőbb feladatait. A mai testületi ülésen ezeket a napirendi pontokat láthatjuk, polgármester úrral ezt átbeszéltük. A lakosságot is szeretném tájékoztatni a legfontosabb változásokról, hogy azt tudniuk kell, hogy egy aljegyzői pályázat kiírásra került, és ez érinti az természetesen az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalt. Én magam jegyzői referensi minőségben Balla Sándor aljegyző úr helyetteseként látom el ezt a feladatot, de minden felelősséget én vállalok, tehát én írom ezeket alá. Az aljegyzői pályázat az szeptember 5-ével ér véget, akkor lesz érvényes és végleges a pályázat. Elképzelhető, hogy ugye ez Tétény Éva polgármester asszonynak a személyes döntése lesz, hogy ki lesz az új esztergomi dömösi önkormányzati hivatal aljegyzője, azt majd szeptemberben akkor meglátjuk. Szeretném elmondani, hogy az új ügyfélfogadási rend kint van a kapun. Én azt szeretném kérni a lakosságtól, hogy kedden és csütörtöki napokon nincsen ügyfélfogadás, és tisztelettel szeretném kérni, hogy amennyiben lehetséges, azért, hogy a kolléginák fel tudják dolgozni a hétfők, szerda és pénteki napokat, hogy hagyjuk őket dolgozni, ezt a lakosság tisztelettel tartsa be az ügyfélfogadást. Ha olyan rendkívüli eset van, természetesen be lehet jönni. Itt ragadnám meg még az alkalmat, hogy a dömösi kollégáknak, a hivatali dolgozóknak én szeretném megköszönni a munkáját olyan formában, hogy ők január 1-től vezető nélkül, tehát jegyző nélkül látták el a munkát, és innen köszönöm nekik, hogy életbe tartották gyakorlatilag a közigazgatást Dömösön. Mit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Háttérve a mai ülésünk napirendjére, első kötelességünk a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása. Kérem a jelentkezéseket a jegyzőkönyv hitelesítésére. Miközben ez a nehéz felajánlás elindul, mindig elmondom, hogy Fridman Róbert képviselőtársunk jelezte távollétét, hiszen Nászúton van, és innen is kívánunk neki kellemes Nászutat. Szilágyi Gábor és Urai Béla, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítés személyével, az kézfelemeléssel jelezze. 2-4-5, 2 tartózkodás. Köszönöm szépen. A kiküldött napirendi ponthoz képest egyetlen módosító javaslatom lenne, az 5. és a 6. naprendi pontot cseréljük meg, tekintettel arra, hogy az 5. az zárt ülés, és előtte az egyebeket legyen módunk megtárgyalni. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e még a napirendhez észrevételük. Amennyiben nincs, akkor a módosított napirendről kérem szavazzunk, és aki egyetértől a kézfelemeléssel jelezze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igen. Első napirendi pontunk a Viszmajor támogatási igénylésével kapcsolatos döntés. Hát mindannyiunk emlékezetében van még az elmúlt hónapok dunai árvízzel kapcsolatos esemény sorozata.
A védekezés és lezárult, gyakorlatilag hála Isten nyugvókon fejtott a Duna, úgyhogy most már csak az adminisztratív, pénzügyi és egyéb elrendezése van ennek a káreseménynek. Az árvízi védekezés ugye két etapból áll, az egyik a védekezés, ami költségként merül fel az önkormányzat, illetve az állam részére, másik pedig a helyreállítással kapcsolatos költségek. Mind a kettőnek a beadási határideje most jár le a hétvégén, illetve a jövő hét elején, ezért az előterjesztésben egységesen kezeltük, külön-külön határozatokban, de egy előterjesztésben kezeltük a két káreseménynek az előterjesztését. Annyit képviselőtársam, illetve a lakosság tájékoztatására még, hogy a védekezés költsége az 100%-os támogatottsággal bír, a helyreállítás költségei pedig 90%-os, reményeink szerint 90%-os támogatottsággal bírnak. A lakosság tájékoztatása, mert hiszen a társaim előtt ott vannak a száma, a pontos számuk, a védekezési költség az 14 millió forintra rúgott, a helyreállítási költség pedig 32 millió forint lészen. És itt hozzáteszem rögtön a jelentés különbséget. A helyreállítás kapcsán mindannyian tudjuk, hogy a Táncsis Mihály utca volt a 11-es főútnak a mentesítő útja, ahol a teherautók, katonai konvojok és még olykor buszok is betévedtek. Gyakorlatilag mintegy két hétig ezen zajlott a forgalom. Hát különös tekintetben a maróti védekezés nagyságára iszonyú terhelésnek van kitéve a Táncsis Mihály utca, ezért ennek a helyreállítását javaslom a képviselőtestületnek, ennek a helyreállításának az igénylését javaslom a képviselőtestületnek. Gyakorlatilag Dömös az árvíz tekintetében egyéb iránt szerencsés helyzetben van, hiszen a elődeink jó helyre építették a települést, és a falu, mondhatom nyugodtan, 98-99%-át nem érintette az árvízi esemény, ezért viszonylag kevés helyreállítandó van. Egy nagyon fontos momentumot még tájékoztatásul elmondanék, az önkormányzat csak az önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállítására tud pályázni. Ezért ebben az összegben csak önkormányzati tulajdonok szerepelnek, és sem az állami tulajdon, tehát itt gondolok a Dunapartra, sem a magánszemélyek tulajdonának a kártérítésére az önkormányzat pillanatilag igénylést nem nyújthat be. Bízunk abban, hogy a kormányzati szándék ebben az irányban is elindul, és akkor még azok a relatíve kis károk, amik a magántulajdonban keletkeztek, azoknak a helyreállításában is tudunk majd segíteni. Kérdezem a képviselő társaimat, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez képest. Itt egy apró javítást láttuk, délután a munkatársaim a közcélú foglalkoztatottak kapcsán egy másszorgó számot kaptak meg információt, és azért van az a néhány 10 000 forintos eltérés. Tehát azt kellett kijavítani délután. Amennyiben nincs kérdés, akkor szavazásra bocsátom szép sorjában. Ugye Jöző úr vólogatása szerint 4 határozatot fogunk hozni. Az első határozat második határozati javaslat. Első határozati javaslat ugye a második oldalon szerepel. Ez gyakorlatilag egy oldal, tehát most nem fogom felolvasni a lakosságnak. Ez az a határozat, ahol a 14 millió 104 ezer forintnyi védekezési költséget nyújtjuk be a belügyminisztériumhoz pályázati igényként. Igen, és azt mondjam a tisztelt képviselőtestület részére, hogy ez azért ennyire hosszú, mert kaptunk egy ilyen mutatót a BM-től, ez így néz ki, és ebbe szerepel gyakorlatilag, hogy ilyen határozatokat kell elfogadnia minden képviselőtestületnek. Aki egyetért ezzel a határozattal,
hogy a védekezés költségeként 14.104.381 forintnyi kárigényt nyújtsunk be a belügyminisztérium részére, az kész felemeléssel jelezve. Ha igen, ehhez kapcsolódó szükséges második határozati javaslatunk, amelyben nyilatkozatunk kell tennünk a mellékelt információk szerint. Szintén nem olvasom fel, mindenki előtt ott van. Szükséges kelléke a beadott pályázatnak, tehát muszáj megszavaznunk, kérdezem, hogy ezzel. Aki egyetért ezzel a nyilatkozattétellel, kész felemeléssel jelezze. 4, 5, 6. Harmadik határozati javaslatunk a helyreállítási költségekre vonatkozik. Aki egyetért azzal, hogy 32.293.211 forint helyreállítási költséget nyújtsunk be az előbb említett céloktól, az kész felemeléssel jelezze. 2, 4, 5, 6. Ehhez ugyanolyan tartalmú nyilatkozatot kell tennünk. Aki az előterjesztékben szereplő nyilatkozattal egyetért, az kész felemeléssel jelezze. 2, 4, 5, 6. Köszönöm szépen. Pénteki napig van lehetőségünk postára adni és elektronikus úton beküldeni, de hát ezt nyilvánvalóan holnap meg fogja tenni a hivatal, és jó magam is. Második napirendi pontunk Dömösközség település rendezési eszköz módosításával kapcsolatos döntés. Korábban már többször jeleztem, hogy a Dunaipor Nemzeti Park látogatóközpontja az Dömösen fog megvalósulni. A Bergman panzió és a körülötte lévő mintegy 2,5 hektáros ingatlanot. A magyar államtól ők kezelésbe ezt a területet, ingatlant már megkapták. Haladnak a koncepciótervek elkészítésével, most már a kivitelezési és engedélyezési tervek elkészítése a következő lépés. Ehhez azonban a település rendezési eszközöket, tehát a szerkezet rövidebb vagy egyszerű nevén a szerkezeti tervet nekünk módosítanunk kell, hiszen abban az a Dunamenti Eurovelo kerékpárút nekünk két nyomvonalon szerepel, és az egyik nyomvonal ezt az ingatlant ezt ketté metszi, tehát gyakorlatilag megakadályozza a beruházás megvalósítását. Ez az A és B variáció, tehát ez az A variációs nyomvonal, ez még korábban a kistérségi kerékpárút tervezéskor került bele, és a Dunaipor Nemzeti Park látogatóközpontja az később merült fel szándékként, de a korábbi terv szerepelt a megyei rendezési tervbe is, ezért kötelező volt szerepeltetni a dömösi rendezési tervbe. Ma már így indokolatlanná vált, hiszen gyakorlatilag egy 80 méterre arrébb ott van a másik nyomvonal, ami ugyanígy biztosítja majd az Euróvelő kerékpárút megépítését, reményeink szerint minél hamarabb. Tehát annak érdekében, hogy a beruházás módosít meg tudjon valósulni, annak érdekében ezt a nyomvonalat kéri a Nemzeti Park, hogy vegyük ki a rendezési tervből. Ennek a módosításnak vannak költségei, de a módosítás költségeit a Nemzeti Park teljes egészében vállalja, tehát az önkormányzatnak e tekintetben ez a módosítás nem kerül költségébe. Tekintettel az anyagi helyzetünkre ez egy meghatározó kérdés volt ebben a döntésben. Én kérdezem, igen, parancsolj. Szeretnék mondani, hogy tehát ezzel a döntéssel a Dömösközségi Önkormányzata el tudja indítani a helyépítési szabályozásának a módosítását, amelyet az esztergomi közös önkormányzati hivatal főépítési munkatársa Luxéva fog ebbe segítkezni, tehát ő a garancia arra, hogy ez a szabályozási terv el is indul és olyan ütemben, tehát a szakhatóságok megkeresésével minden további nélkül végre tudjuk hajtani, de ez a döntéshez ez szükséges, ez a kezdete. A költségekről polgármester úr már nyilatkozott, valóban ez nagyon fontos, hogy van emögött egy szándéknyilatkozat, a Dunaipornak a szándéknyilatkozat, hogy igen, a költségeket ő maga vállalja. A szabályozási tervnek a eljárási ideje az hosszadalmas, azt még nem tudom megmondani, hogy pontosan mennyi. 8-10 hónap. Fél év, egy év között mindenképpen, tehát ennyi kiegészítésképpen.
Én azt gondolom, a szálak összeérnek, mire a szabályozási tervet módosítjuk, addigra a kivételi tervek is elkészülhetnek a Nemzeti Parknál, és akkor így nem veszítünk időt. Reményeim szerint valóban 2015-16-ra meg tud épülni ez a hát kb. 2 milliárdos beruházás, hogy növekednek a tervek. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy ehhez van-e hozzászólás észrevétel. Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom az előterjesztésben szereplő határozatot. Aki egyetért a szerkezeti tervünk módosítási kérelmének teljesítésével, az kézfelemeléssel jelezze. 1, 2, 4, 5, 6. Köszönöm szépen. Ehhez kapcsolódik, az előbb Adrián említette a Fuxéva, ez a mi főépítésznek a munkatársnak a javaslatát. Tehát ehhez szükséges még egy nem technikai, de hát a szerkezeti módosításhoz technikai döntés. A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályaival kapcsolatos döntés. Ez praktikusan azt szabályozza, amit egyébként is megcsináltunk eddig is, hogy a településen szereplő társadalmi szervezetekkel, egyházközségekkel, infrastruktúrát kezelőkkel, tehát víz, áram, villany, az egyeztetéseket mindenképpen lefolytatjuk a szerkezeti terv készítése során. Meg volt eddig is, ezután is meg lesz, hát ha ez egy döntés kell, akkor a döntést meghozzuk. Kérdezem Adriánkon a kiegészíteni valója. Ugye ennyi, hogy ennek az előterjesztésnek az egyes számú mellékletét mutatja, amit ezáltal a döntéssel, ezzel az egyeztetés szabályaival elfogad a tisztelt képviselőtestület. Tehát ugyanúgy polgármester úr mondta, tehát az önkormányzatok, a Dömösközség szomszédos települései, tehát Pilismarod, Visegrád, bár ez érdekes, hogy a Duna felől is meg kell keresni, de Zebegény, Nagymaros, illetve lefele ugye a hegytele Piliszentkereszt és Piliszentláló községi önkormányzatának lesz megküldve ez a helyi építési szabályzatunk, illetve a társadalmi szervezetek, közműszolgáltatók és Dörösön működő elismert egyház ahhoz, hogy elinduljon szintén a helyi építési szabályzat módosítása, ez szükséges a testületnek ez a fenti döntés. Köszönöm. Van-e észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom az előterjesztést, aki egyetért az előbb említett szabályozással és egyeztetési szabályozással, az kézfelemeléssel jelezze. 5-6. Köszönöm szépen. Az elmúlt időszaknak sűrűn emlegetett sajnálatos jellemzői, amit az Adrián jelzett, hogy vezető nélkül működött a hivatal, és hát elég sok döntés és rendelet landolt a tatabányai törvényszéken és a kúriánál. Ezeket lassan próbáljuk feldolgozni és utolérni magunkat, ebben szintén az esztergomi hivatal munkatársai segítenek, hiszen hát itt több tíz ilyen határozat van, ami a törvényesség próbáját nem állja ki az elmúlt időszakból. A mai előterjesztésben csak azokat vettük bele, amelyek sürgős döntést igényelnek. Ugye a szokásos felállás az volt, hogy a kormányhivatal törvényességi felhívással jött, ezt az előző időszak képviselőtestete nem vette figyelembe, akkor a kormányhivatal törvényszékre vitte az ügyet, vagy pedig rendelet esetében a kúriához. Az elmúlt egy-néhány évben beérkeztek azok a levelek, amik már törvényszék ki előtti állapotban vannak, és annak érdekében, hogy fölöslegesen az önkormányzatnak meg kelljen bíróságra, illetve kúriához járni az ügyek, ezekben a döntésekben. Az esztergomi hivatal munkatársai átnézték a törvényellenesnek ítélt képviselőtestületi döntéseket, és ennek nyomán tették meg a döntésüket. Igen, azt mondom szólni, ez az első része ennek, itt van, mutatom, tehát az a Kúria Önkormányzati Tanácsa 2013. június 25-én kell, és a tisztelt képviselőtestület részére 30 napos határidőt adott arra, hogy állásfoglalást terjesszen elő négy rendelet tekintetében. A négy rendelet
helyi önkormányzat képviselő tiszteletdíjáról szóló 5/2011-es március 30-ai önkormányzati rendelet módosítása, 6/2012-es költségvetésről szóló rendelet módosítás, a vagyonrendelet ez a 7/2009-6.23, illetve a 4-es számú nála a települési szilárd hulladéki kezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló, itt van egy javítás, ezt mutatnám, ez a 16/2009-16.16-ai mind a négynek az a története, hogy a jegyző, tehát egy rendeletet mindig a polgármester ír alá a jegyzővel egyetemben, és a jegyző pedig kihirdeti. Itt mind a négy rendelet esetében az volt a baj, hogy a korelnök írta alá ezeket a rendeleteket, emiatt pedig a kúria kéri végzésben, hogy ezeket a megfelelő előterjesztésnek a megfelelő paragrafusait, hát ennek megfelelően hozza meg azt a döntését, hogy ezek a bekezdéseket hatályon kívül helyezi a tisztelt képviselő testület. Több ilyen elvaratlan szál van, ez most az első része. Gyakorlatilag szerintem az augusztus havi, szeptember havi testületüléseken fogunk hozni, fogunk újabb, óriás felhívásokat és állásfoglalásokat javítani gyakorlatilag. Illetve törvényességi felhívásaink is vannak, az még a kormányhivatalról szól, ott egyenlőre polgármester úr egyetértésben egy olyan levelet fogalmaztunk meg, hogy határidő módosítást kértük, erre volt lehetőség, augusztus-szeptemberre ezeket is ki tudja javítani a hivatal, a testület meg tudja tárgyalni és el tudja fogadni, hogy olyan rendeleteik legyenek, ami jogszabálynak megfelelő. Köszönöm szépen a kiegészítést, kérdőlem a képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés észrevétel? Lehet, de akkor azt ügyrendben, hogy akkor a hát akkor négy külön. Négy külön. És minősítettem. Világos. Úgy egy, kérdés. Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsánatom. Ugye négy alkontból áll ez a napirendi pontunk, római 1-től római 4-ig, kérem a képviselőtársaimat, hogy ennek megfelelően tekintsük át. Aki, tehát az első határozatunkban, aki egyetért azzal, hogy a római 1-es rendeletalkotási javaslat megszülessen, az kész felemeléssel jelezze. Ha igen. Aki egyetért azzal, hogy a római 2-es szám alatt szereplő rendeletalkotási javaslatunk kerüljön elfogadásra, kész felemelése jelezze. Hat igen. Aki egyetért arról, hogy a harmadik római 3-as szám alatt szereplő rendeletalkotási javaslat kerüljön elfogadásra, kész felemelése jelezze. Hat igen. Aki egyetért azzal, hogy a negyedik római 4 szám alatt szereplő rendeletalkotási javaslat kerüljön elfogadásra, az kész felemelése jelezze. Hát igen, köszönöm szépen. Ugye Adriántól hallottuk, ezzel mi foglalkozni fogunk, reméljük, utolérjük magunkat. Egyébként napirendi pontban azt mondja, hogy kezdjük egy sajnálatos eseménnyel, egy állampolgárunkat baleset érte a Táncsics Mihály utcai lépcsősoron, és ez odáig vezetett, hogy az OEP 44 ezer forintos fizetési meghagyást nyújtott be az önkormányzat ellen, és akkor innen megkérem az Adriánt, hogy részleteibe ismertessen. Igen, tisztelt képviselőtestület, itt arról van szó, hogy egy állampolgár baleset ért a Táncsics Mihály utcán. Kárigényét bejelentette az önkormányzatnak. Aztán végül ebből az lett, hogy az Országos Egészségügyi Biztosítási Pénztárnál landolt. Ennek az az előzetes menete, hogy ilyenkor mindig megkérdezi a hivatalt, hogy a káresemény, tehát az OEP megkérdezi a hivatalt, hogy hogyan történt a káresemény, illetve ahol a káresemény baleset helyszíne kinek a tulajdonában van. Miután ez az utca az önkormányzat tulajdonában van, és erre a hivatal is ilyen tájékoztatást adott, hiszen nem is adhatott mást. Éppen ezért fennáll az önkormányzatnak ilyen módon a felelőssége, tehát ezzel ellen a fizetési meghagyás ellen az én álláspontom szerint nincs értelme bírói útra terelni. Én azt javaslom, hogy ezt a
összeget ezt szavazzuk meg, olyan módon, hogy a költségvetés, ennek megfelelően ennek nincsen költségvetési sora, átcsoportosítva meg lehet oldani, és akkor a 44 ezer forintos költség ez átutalásra kerülhet. Köszönöm szépen. Nyilvánvaló egyszerű lett volna rögtön az állampolgár kérését akceptálni, de hát mindegy, idáig jutott az ügy. Én magam is azt gondolom, hogy nem érdemes bírósági úton vitatkozni, különös tekintettel arra, hogy az állampolgárnak egy joga is van. Tehát azt javaslom, fogadjuk el. De kérem az észrevételeket, amennyiben van. A Tárcsis Merica Takácsék mellett, ami megy igaz. Tudlan, hogy türelmet kérek. Taga, nagy lépcső. Beton lépcső. Ez tényleg a tulajdon. Önkormányzat. Igen. De most a melyik részének a lépcsőn? Mert ott a lakók tették tönkre a lépcsőt. Azt így utólag már nem tudom bizonyítani, hogy kitette tönkre a lépcsőt. Elnézést kérek, hogy szólok. Tehát a képviselőtestületi ülésnek a rendje az az, az SMS-zelés az van, hogy tehát lakos akkor szólni kíván, akkor azt jelezni kell a képviselőtestet, hogy a polgármester fele, és erről szavaztatni kell. Tehát, hogy a lakos megkapja a szót, tehát hogy mondjam, mert akkor ez egy lakossági fórumban megy át, vagy közmeghallgatásba. Én javasl szeretném, hogyha betartásra kerülne a rend, tehát akkor minden ilyen esetben nem van rá mód és lehetőség, az SMS mód, csak minden egyes ilyenről szavaztatni kell. Úgy kell megtenni ezt, hogy névbemondással és a testület úgy dönt ügyrendben, hogy megadja önnek a szót. Jó, köszönöm szépen. Én parancsot akartam mondani, Igen, nem kukacoskodni szeretnék, csak látta valaki, annak rád tanulok. Most valóban ott történt, vagy nem ott történt, tehát... Nézd, az UEP, ahogy a Nagyján említette... A Zolit nem feltételezem természetesen. Tehát az önkormányzat elismerte a kárt az UEP irányában. A hivatal. Értem. Tehát innentől nagyjából már... Tehát ahogy a Nagyján említette, az UEP megkérdezte a hivatalt, az önkormányzat elismerte. A tulajdon. Hozzáteszem, ez a Málmáros ügybíróságban, amit elmondtam. Hadd hívjunk fel a képviselő figyelmét, hogy ennek a fizetési meghagyásnak az OEP-sal tovább tették lapozni, vagy egy indokolás, az elég jól összefoglalja, hogy mi történt és miért, és illetve van egy egészségbiztosítási ellátások összesítés sor. Szerintem elég korrekten ezt itt össze van foglalva, hogy miért 44,54 forint. Oké. Köszönöm szépen. Nyilván most ez... Most kaptuk előterjesztésbe, de látható mindenki előtt. Igen. Azért most került be, bocsánat, tehát erre van egy 7. 26-án jár le a... Azt is látom. Sütős. Igen, a fizetés. Köszönöm. Jó, akkor szavazásra bocsátom a kérdést, hogy a második oldalon található a határozat, aki egyetért azzal, hogy ez a 44.554 forint a költségvetésben átcsoportosításra kerüljön erre a célra, az készfelemeléssel jelezze, és természetesen a pénz átutalásra kerüljön. Egyebekben minden évben szokott lenni egy igazgatási szünet a polgármesteri hivatalnál, ezt ebben az évben is szeretnénk megtenni. Próbáltuk úgy igazítani, hogy a határidős munkáink azok le tudjuk zárni, ugye augusztus elején szokott lenni ez. Hát reméljük, hogy sikerül, de nem kizárt, hogy a képviselőtestületnek majd össze kell jönnie. A polgármesteri hivatal dolgozóit ez vagy érinti, vagy nem, azt nem tudjuk. Az igazgatási szünetről én azt gondolom döntsünk, és akkor hát az élet majd hozza, hogy hogy lesz. Tehát az augusztus 12-től augusztus 23 napjáig történne ez a nyári igazgatási szünet, tehát ekkor a hivatal bezár, akkor nincsen ügyfélfogadása. Természetesen telefonos ügyeletet, hogy bármilyen biztosít a hivatal, illetve a képviselőtestületnek olyanja van, hogy nagyon szeretne összeülni valamiért rendkívüli ügyekben, akkor természetesen megoldjuk. Valaki levonni. Köszönöm szépen.
van a listelőtel. Nincs. Azt a szólásra bocsátom, aki egyetért azzal, hogy ebben az augusztus 12 és 23-a között igazgatási szünet legyen, az kész felemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, hadd igen. Egyedekben harmadik napirendi pontunk, vagy harmadik javaslatom. Ugye hosszú ideje húzódik a Malompatak 2011-es beruházása kapcsán ez az áldatlan állapot. Hát azt nyugodtan mondhatom, hogy nem javul, hanem napról napra romlik a helyzet. A baleset a megoldatlanságával és a baleset veszélyességeivel együtt is, hiszen aki járta a helyszínen, az látja, hogy hát néhol az alámosások azok olyan mértékűek, hogy bármikor leomolhat, ledőlhet, és hát reméljük, hogy nem pont egy kisgyerek fog ráállni, ami aki alatt leomlik és összedőlt. De hát biztos, hogy a célját ez a mű ez nem tölti be. Mindenki által ismert, hogy a nyomozás ebben az ügyben most már másfél éve, hát több mint egy éve szűk, másfél éve tart, és ennek a nyomozásnak az állapotáról, aktuális helyzetéről javaslom, hogy kérjen információt a képviselőtestület, tekintettel arra, hogy a képviselőtestületnek, a jelenlegi testületnek kell megoldani ezt a nyugodtan nevezhetem életveszélyes helyzetnek. A Királyfúti utcai lakosok a hozzánk fordulva azt mondják, hogy ha jön egy nagy eső és keresztbe fordulnak a lemezek, akkor elönti a Királyfúti utcát, csináljunk valamit. Notabene a képviselőtestület kezét azért mégiscsak megköti a nyomozás, tehát szeretnénk tudni, hogy a nyomozás mivé végződik, és akkor azután tudunk igazából lépni a kivitelező, illetve hát kivitelezővel szemben nyilván itt a garanciális garanciát érvényesítésével szemben. Tehát első körben, hogy pontos információnk legyen erről, én azt gondolom, hogy kérjünk egy tájékoztatást a nyomozóhatóságtól. Van ez javaslat? Természetesen a nyomozást elrendelő hatóság az Esztergomi Városi Ügyészség, illetve hát a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a nyomozást végző hivatalról van szó, tehát mind a kettő irányában elküldjük a levelünket. Ha nincs észrevétel, akkor szavazásra bocsátom az előterjesztést, parancsolja. Javasolnám, hogy a kettest és a hármast is elő kellene terjeszteni, mert ez egy határozat, csak három pontból áll, ez egy határozat lenne. Igen. Tehát ennyi, tehát így készült tehát ez az előterjesztés, tehát ez egy határozat, ami három pontból áll. Tehát én is így értem, de tehát ahogy az előterjesztésben van. Igen, de akkor kellene mondani tovább a szakét, tehát a magunkat és a jó, tehát ahogy az alapján, tehát igen, nyilván a képviselőtestületben látják, tehát azt tudjuk, hogy a nyomozás során igazságügyi szakértő és vízmérnök által készített vélemény, szakértői vélemény készült, de az még azelőtt készült, ami miután összeomlott gyakorlatilag a rendszer a mai formájában, mai látható formájában. Ezért egy szakértői vélemény kiegészítést kérünk a hatóságtól, illetve javasoljuk neki, nyilván kérni nem tudunk, csak javasolni. Másfelől pedig szeretnénk, hogyha a kiviteli terv készítője egy helyszíni szemlén azt mondaná, hogy nyilatkozna arról, hogy ilyennek képzelte-e a kiviteli tervek alapján a patakmedret, hiszen mégis csak ő a szakember, avagy nem ilyennek képzelte, és egyezik-e a valóság a kiviteli tervekkel. Ma már azt hiszem a összetört állapotában minden momentuma látható a műnek, nem kell sötétben tapogatózni, tehát vizsgálják meg. Így már szavazhatunk egyet. Jó, tehát ez a három alpontja van ennek a határozati javaslatnak.
Kérdezem a képviselőtesteit, testület tagjait, aki egyetért ezzel a javaslattal, készfelemeléssel jelezze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akkor 6 igen, köszönöm szépen. Jó, kérdezem a képviselőtársaimat, hogy egyebekben van-e valami észrevételük. Nekem elkezdem én, jó? Az árvíz kapcsán azt elfelejtettem mondani, hogy ugye azt említettem, hogy két védekezésre és helyreállításra vonatkozik a káresemény és annak költsége. Ugye két határozatot hoztunk előben. Mind a két káreseményt be kellett jelenteni a megfelelő határidőkön belül. A védekezés, illetve a helyreállítás költségeinek benyújtása után természetesen előleget igényeltünk, hiszen mire a döntés megszületik, azért arra hónapok fognak eltelni, és hogy a sürgős helyreállítandó munkákat meg tudjuk kezdeni. Távai András államtitkár úr, belügyminisztéri államtitkár úr arról tájékoztatott minket, hogy erre az előleg nyújtására nincs mód. Tekintettel arra, hogy a 2012-es Viszmajor önkormányzat által benyújtott Viszmajor támogatás, szintén ugye a Patakmedelre nyújtotta be az előző testület, arra kapott 16,5 millió forint előleget, és azzal mindez idáig az önkormányzat nem számolt el. Erre hivatkozva a belügyminisztérium most úgy ítélte meg, hogy az önkormányzat nem jogosult a előleg lehívására. Itt a munkatársaimat megkértem, hogy nézzék meg, hogy ennek az elszámolás ez miért nem valósult meg, illetve hogy áll a dolog. Előzetesen nem volt ideje részletes kimutatást készíteni a Szilvinek, de előzetesen azt mondta, hogy a 16,5 millióból durván 6-6,5 millió, ami nem a célnak megfelelően lett elköltve. És tekintettel arra, hogy az önkormányzat számláján nem szerepel ez az összeg, akkor másra lett elköltve, hogy bér, villanyszámla vagy egyebekre azt nem tudjuk, azt majd ki fogjuk deríteni, de az tény, hogy ezt a nem célnak megfelelően elköltött pénzt ezt az önkormányzatnak vissza kell fizetnie, úgyhogy pillanatilag úgy néz ki, hogy egy 6 millió forint körüli kárunk, luk, minusz, amivel indul az önkormányzat ebben a kérdésben. Túl azon, hogy nem kapunk előleget. Amint ez meg lesz a képviselőtársaimat, szerintem ezt ugye most a Viszmajor összeállításával foglalkoztunk, holnap után meg lesz természetesen a pontos számokat kiküldöm a képviselőtársaim részére, hogy pontosan láthassunk. Tekintettel arra, hogy most pillanatilag 200 ezer forint körül van az önkormányzat számláján, ha egy, hogy is mondjam, 6 millió forintot vissza kell fizetnünk a nem célnak megfelelően felhasznált pénz ügyén, akkor mondanom se kell, hogy ez mit jelent az önkormányzatnak. Nem tudom még, hogy állunk, de nagyon rossz a kiindulás. Még egy levelet kaptunk a belügyminisztériumból, az pedig dr. Papámeső főosztályvezető asszonytól kaptuk, amelyben az előbb említett 2012-es árvíz, ugye volt egy nagy esőzés, amikor gyakorlatilag összeomlott a Patakmeder tavalyi esztendőben, ugye augusztusban volt, akkor ugye 108 millió forint kárigényt nyújtott be az önkormányzat Viszmajor káreseményként, és ugye az előbb említettem 16 és felett megkaptunk előlegként, és a főosztályvezető asszony azt kéri tőlünk, hogy a tekintettel arra, hogy nagyon nagy átfedések vannak a 2010-es ugye megépített mű a 2012-es káresemény között, ezért az önkormányzat pontosítsa, és természetesen megemlítette a Nemzeti Adóhatóság nyomozását is, hiszen bűncselekmény gyanújával nyomozás folyik, hogy az önkormányzat nyilatkozzon majd arról, hogy végül is mit tekint valós káreseménynek a 2012-es események során, és mi volt az, ami amit nem valós, esetleg
az előző építkezéshez kapcsolódó garanciális jogot érintene. Tehát ezzel majd az elkövetkezendő hetekben a képviselőtestületnek számszerűen foglalkozni kell. Nyilván elő kell venni a két aktát, és akkor átbogarászni, hogy mire is nyújtották be azt a 108 millió forintot. Ugye korábban már tájékoztatta az állam, illetve engem tájékoztatott, meg hát a testületet is, csak a korábbi képviselőtestületre számozta a nyilvánosságra, hogy mindaddig nem bírálják el a újabb és újabb viszonylag pályázatot a Malampatak ügyében, amíg a NAV nyomozás tart, tehát addig gyakorlatilag nem fognak dönteni a következő pályázat, 2012-es pályázatról. Béla, parancsolj! Iskolával kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy tudunk-e valamit a pályázati pénzből, tehát hogy mennyire biztos, hát hogy nehogy problémáink adódjanak, és nem tudom, hogy mennyire haladtunk előbe a munkálatokban. Augusztus július 1-én a köztisztviselői napon járt itt Földner Pál államtitkár úr Dömösön, és tekintettel arra, hogy én őt is megkértem többek között, hogy segítsen a előző önkormányzat által visszaadott pénz visszaszerzésében. Tájékoztatott arról, hogy biztosan megkapjuk a pénzt, és gyakorlatilag itt több oki vagy indok is van erre. Ugye mi a fellebbezés jogával éltünk, de emellett ő egyeztetett az MVH-val a lemondás jogszerűségét is megkérdőjelezik, hiszen nem költségvetést érintő döntést, nem polgármester írt alá, és nem jegyző, tehát a pénzt biztosan meg fogjuk kapni. A felújítás állapota az pedig, hát időarányosan jól állunk, most már a víz és villanyszerelés az a mai napon véglegesen befejeződött, tehát most már csak a legutolsó fázis, a szaniterek és a kapcsolók vannak. A három teremben a festés megtörtént, ott holnap kezdődik a burkolás, tehát a járólap lepakolása. A többi teremben, ahol párhuzamos vagy haladnak folyamatosan a festők és a festők, utána jönnek a burkolók. A vizes blokkban a szerelések megvannak, ma az ajzat betonozása megtörtént, tehát ott is a következő napokban lehet a burkolási munkákat végezni. Természetesen itt is előjött egy csomó dolog, hogy a régi épületszárnyban nádas tabicháló volt fönn, azt meg kellett, nagyjából majdnem minden teremben leesett a mennyezet, tehát azt újra kellett pakolni és újra kellett glettelni, alapozni, de ez mind megtörtént, úgyhogy jól állunk, határidőre kész lesz a munka. Holnap, tehát én azt gondolom, hogy most egy olyan, hát holnap elkezdik lerakni, hát három nap múlva már, ahogy lenn lesz két-három teremben a járólap, akkor már látványos eredményt fog mutatni. A hófehér és sima falak már most, és a tiszta illat már most is, hogy is mondjam, nagyon jó érzés. Jó érzés. Kíván. Csatorna. Telefonon beszéltünk. Itt igen. Elmúlt két hétben komoly problémák adódtak a hát a csatorna a szennyvíz elvezetéssel kapcsolatban, akár a parti áttemelőnél, akár itt a volt öltözőnél is. Kollégáim elmondása szerint nagy mértékben a nem megfelelő csatorna használattól is adódnak ezek a problémák, hogy ennyi gondjuk van a üzemeltetőnek, ennyi gondja van az áttemelőkkel. Viszont én úgy gondolom, hogy közösen a két községnek és a szolgáltatónak, hogy üzemeltetőnek ki kellene találni ennek a problémának a megoldását. Tehát mindenféleképpen javasolnám, erről beszéltünk. Hármas találkozó. Hármas találkozó, és menjen a levél az üzemeltetőnek. Valamilyen szinten biztos, hogy partner lesz az üzemeltető tartalmára. Köszönöm szépen. Akkor a segítséget és a pontos adatokat meg majd ülés után nyilván. Már tudod adni. Jó, ezt köszönöm szépen. Akkor még egy. Igen. Egy evegő, és akkor én befejeztem.
ejthetnénk egy pár szót a rivátkelésről, csak azért, hogy ne beszéljünk el egymás mellett. Természetesen, persze. Jó, hogy... Persze. Ennek a rivátkelés problémának, a pályázatnak a problémáit próbáljuk meg sinetenni, hogy üzemellesen ez a dolog. Jó. Köszönöm szépen. Kezdve, vagy kikezdve a probléma felvetését? Kezdted akkor. Jó, a révátkelési probléma, igen, most nyugodtan nevezhetem problémát, itt már közben köszöntöm a Balást az ülésünkön. A mai rendszer az, hogy település önkormányzat nyújthat be pályázatot a révátkelés üzemeltetésére a minden esztendőben, és gyakorlatilag ezt egy az üzemeltetővel, tehát a Balázssal, Ankerkete Kft-vel kötendő szerződésen keresztül gyakorlatilag azt a pályázaton megnyert pénzt, azt átcsoportosítjuk az révátkelés üzemeltetőjének. Ő készíti az elszámolást, amit az önkormányzat nyújt be, tehát az önkormányzat tekintetben csak egy közvetítő személy. A Szalai Balázs, ha jól emlékszem, 10-én nyújtotta be a pályázati javaslatát vagy kérelmét az önkormányzathoz. Erre a jegyző úrral nyújtottunk egy választ, írtunk egy választ, hogy milyen problémáink vannak a pályázat benyújtott anyaggal. A 15-ig kellett a pályázatot benyújtani, és július 4-én írták ki a pályázatot. Itt beruházási része is volt, és üzemeltetési része is volt a pályázatnak, ha jól emlékszem. És itt mi gyakorlatilag azt megírtuk a Balázsnak, hogy ebben a formában ez képviselőtestület ülés elé nem vihető, hiszen nem látjuk a beruházások mögött a konkrétumokat, illetve ez költségvetést érintő döntés, tehát a költségvetésünkben ez nem szerepel. A pályázat önrészét mindenképpen az önkormányzatnak kell biztosítania, és nyilatkozni arról, hogy a költségvetésben a pályázat 30%-ra szerepel. Függetlenül attól, hogy később az önrészt az Ankerkete Kft. Megtéríti az önkormányzatnak az eddigi gyakorlat szerint. És gyakorlatilag itt akadt el a történet. Ugye a pontos információkat mi nem kaptuk meg a Balázstól. Utána ugyan küldött egy levelet, hogy csak akkor csak hagyjuk a beruházást, csak üzemeltetést rakjunk bele, de a levél mellett ugyanúgy nem volt semmi, hogy most az üzemeltetés, az mit jelent egy embernek az alkalmazását munkabérével, járulékéval, vagy benzint, vagy egyedet. Telefonon beszéltünk többször, én ezt jeleztem neked, utána fölhívott engem a megfelelő rév, valamilyen csapat, tehát a Rév Érdeklődők Szövetsége is gondolom általad. Én neki is elmondtam, hogy mi a problémánk ezzel. És ahogy neked is elmondtam, tudom, hogy az általad benyújtott javaslat vagy kérés az tartalmilag számunkra nem értelmezhető és nem egyeztethető. Az idő probléma az nekem folyamatos, hogy 4-én kijön egy pályázat, akkor miért 3 nappal a döntés előtt kell benyújtani, amikor nincs időnk átrágni, és akkor, hogy is mondjam, azt meg zsarolásnak érzem, mert ha nem döntünk, akkor megszűnik a révi átkerés. Ez, ahogy neked is elmondtam, Balázs, minden évben visszatérő problémánk, minden évben az utolsó pillanatban nyújtott az elszámolásokat és a pályázatokat. Én ezt nem nagyon értem. Tetejében azóta új hivatalunk is van, a jegyző úr meg ragaszkodik a törvényességhez, tehát olyanról nem döntünk, ahol nincs költségvetési fedezet. Tehát mi itt álltunk meg ezzel a történettel, és még annyit elmondok, hogy ugye végignézzük az elmúlt évek pályázati anyagait, mindig ugyanazok vannak, tehát csak a számokat kell átírni, tehát ha 4-én megjelent az a rendelet a pályázat kiírására, akkor nyugodtan be lehetett volna hozni 6-án, hogy legalább 10 napja legyen a testületnek átrágni ezt a tartalmat és a formát, illetve a jegyző úrnak előkészíteni mondjuk egy költségvetési rendelet módosítást. Tehát ennyit erről, de akkor most megadom a Balázsnak a szót, hogy mondja elő a
az oldalán. Illetve a képviselőtársaimnak van ez észrevételünk. Ugye a levelek mentek minden képviselőhöz, mind a jegyző úré, mind a Balázsé, tehát folyamatosan mindenki tudott mindenről az e-mailen keresztül. Akkor parancsolj Balázs, megadom a szót. Köszönöm, hogy kívánok! Tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester, tisztelt kérdező és tisztelt jelenlévő. Annyit szeretnék csak pontosítani a polgármesteri szavaihoz, hogy én soha nem állítottam se a önkormányzatot, se a hivatal két helyzetek elé, annyiban, hogyha nem vagy tárgyban a támogatást, akkor megszűnik a lép, én soha nem állítottam. A pályázat megnyitásának a módja és a vízőcsúszás, ez pedig abból adódik, hogy addig, amíg nem jelenik meg a magyar törvényben, nem kerül kihirdetni. Ugyan már lehetett tudni, hogy minden évben szokott lenni, és idén is lett írva évtájázat. Én 27-én voltam egy konferencián, másnap polgármesterről tájékoztattam róla, hogy folyamatban a pályázatot elfogadta a miniszterasszony. Nyomdában van, de hogy mikor jelenik meg, nem tudjuk. Ez a pályázat, ez 4-én pénteken jelent meg a körmennyben, tehát hétfőn lehetett először érdemben foglalkozni vele, akkor látjuk a szövegét, és ugye addig nem lehet kitölteni tartalommal egy pályázatot, amit nem látjuk, hogy ne is olyan pontosan a jogalkotó mit kér, mint a lehetőségek, és hogyan kell ezt elszámolni. Tekintettel arra, hogy közben a legnagyobb eddig látott, legnagyobb állítónus a Dunán, én azért gondoltam kettő részre, és kivételesen most a tételek azért sem stimmeltek, mert ugye a felújítási részre ilyen szinte kizárólag csak a Dunapartban, az állami tulajdonú Dunapartban esett károsodás, létrehozott utakat, azért nem tettem fel, és pusztán csak azért, mert ugye vagy állami terület, és amikor én olvastam a jogszabályt, bár látom benne zárójelben, hogy állami zárójel önkormányzat, és ezért lehet a Viszmajornak pályázni, sajnos nem volt benne az egész baj, innentől kezdve megértünk, tehát még egyszer mondom, a felújítási munkálatokat én kizárólag 99%-ban az állami területben értára, tehát az önakartra próbáltam volna kijelenteni. És a pályázat másik része, egy üzemeltetési támogatás rész, az pedig azt jelenti, hogy Magyarországban közszolgálatban lévátkevés rendelkezésen nem üzemeltethető, ezt tetszően pontosan tudja a jogalkotó is, ezért írja bele a pályázat B, vagy kettő osztja a pályázatot, egy eszközfelújításra vagy egy eszközbeszerzésre, illetőleg üzemeltetési támogatásra. Az üzemeltetési támogatást az gyakorlatilag úgy áll össze, hogy az előző évi veszteséget szépen ugye megmondjuk a számot, hogy mennyi volt az előző évi veszteség, és az alapján a minisztérium mérlegeli azt, hogy összesítik az ország összes lévátkevésének, persze, pontosan látják, hogy összesít a szintő és mennyire, és ennek mértékében soha nem annyi pénz, ugye, mert nagyon pici a torta, amit szét kell osztani, 65 lévátkevés pályázik országos szinten, és 65 lévátkevésnek kellene megfelelni, lényegesen nagyobb van az igény, mint amennyi pénzt erre rá lehet költeni, ezért csak egy töredékét szokták általában 40-50%-át megítélni, de ez sem automatikus. Tehát azért céloztunk egy picit fölé, vagyis hát a konkrét számokat nincs mit célozni, hogy ennyire kerültek, illetőleg amit még megspékelte a üzemeltetési támogatásnak azt a részét, amivel nem tudunk sem semmit kezdeni, hogy drasztikusan 500%-kal emelkedtek a hatósági díjak, tehát amikor egy hajónak a vizsgája kettő évre, időszakos számára konkrétan 31 ezer forint volt, az idén 151 ezer forint. A 20-on vizsgálja 22 ezerről 151 ezer forint, ami ennyit jelent, hogy ahhoz, hogy a két 20-on és a hajó 20-on a Dunán még nem csináltunk semmit, ez 453 ezer forintba került kettő évre. Ezt ugye az állam elismeri, és ennek egy részét, töredékét, de tájázati úton biztosítja. Ezért kértem a tisztelt képviselőtestületet, hogyha úgy is lehetőség nyílik rá, én ezeket az önkormányzati, tehát a 5 évben szereplő ilyen sor, olyan sorra biztos van rá valami megoldás, mint hogy látjuk itt az előbbőrekben is, hogy átcsoportosítással megoldható. Én továbbra is tisztelettel arra kérném a tisztelt képviselőtestületet, hogy így utólag, bár tegnap lezárult a pályázat megnyitásának a határideje, mégis legalább üzemeltetési támogatásra
kérném szépen, hogy hatalmazásra a polgármester urat, és kérjék meg Jezzi urat, hogy mégiscsak nincs itt a támogatás, mármint az önkormányzat, sajnos így van, kihívhatás senkinek nem tudja megmutatni, csak a települési önkormányzat, és próbáljunk meg menni abba a irányba, hogy tekintettel az új testületre, tekintettel egy különböző helyzetekre, hogy hátha véletlenül mégis esetleg a minisztérium, illetve a magyar állami is befogadja ezt a pályázatot. Ezzel a tiszteletteljes kérdésem, konkrétan a számok az gyakorlatilag nettó értéken 2012 évi adatok 1.811.000 forint a veszteség, és gyakorlatilag az idei szenvedélye csak az időmenüzekkel fizetni a léváltkezésre 433.000 forint ezeknek tovább, ugyanis a hatóság időmenüzi zsáta. Ez összességében 2.244.000 forint, ebből 20% a gyönrész, az 448.000 forint, ha és amennyiben esetleg a pályázatot bennünket tisztelt képviselőtestre konkrétan az önkormányzat, és nagy Isten nem is fogadják, és valamennyi pénzt esetleg adnak, a 20% önrészt társaságunk átvállalja, magyarul befizetjük az önkormányzat pénztárába, magyarul az önkormányzatnak ez tranzakció semmibe nem kerül. Ez volna a tiszteletteljes kérésem, és köszönöm szépen a szót, polgármesterünk. Köszönöm szépen. Csak a pontosság kedvéért július 4-e az csütörtök volt, és nem péntek. Fontos képviselőtársaim, mi a szó? Hát, megértve a üzemeltető problémáit, megértve a Kérdési Önkormányzat pályázónak az aggályait, meg kellene próbálni a lehet közös nevezőre hozni az aggályokat és a problémákat, és hát próbáljuk meg elérni azt, hogy mégiscsak ez a léváltkezés üzemelhessen időműsön. Én a tekintetben az egészben csak úgy tényleg belecsöppenve. Az esztergomi polgármester hivatalban 6 évig vagyongazdálkodási irodán dolgoztam, és én azért ezt meglátva ezt a pályázati ajánlatot, én megkérdeztem polgármester urat, hogy e mögött a számok közé, mögé kilát, tehát úgy mondom, hogy tehát felelősséggel tud-e dönteni a testület erről. Mind az önrész tekintetében, tehát úgy, hogy ennek a költségvetését honnan veszi el, illetve hát maga, hát akkor tárgyalásról természetesen szó lehet, és én azt gondolom, hogy kell is, hogy akkor most ezek a költségek hogyan állnak össze. Tehát én nem tudom, hogy a képviselőtestület tagjai között van-e olyan műszaki végzettségű ember, aki ezeknek a költségére rálát, én magam nem vagyok az, de én azt gondolom, hogy felelősségteljes döntést akkor tud hozni az önkormányzat, hogyha akár egy összehasonlító árak tekintetében, akár a Szalai úrral ügyvezetésével, vagy az, hogy máshol hogyan van. Tehát én biztonsággal és jó szívvel én nem tudtam ajánlani ezt a polgármester úrnak ezt az előterjesztést. A döntés természetesen nem az én, tehát nem az én döntésem volt. A további tárgyalásra természetesen tehát lehet, és tehát szó lehet róla, tehát ez meg technikai jellegű dolog, hogy akkor ennek a módja, hogyan, már meddig, tehát ezeket meg lehet oldani, azt gondolom. De a költségvetés pedig tényleg az, hogy ez pályázat, hogyha még nincs meg a forrása, akkor hogyan, honnan veszi el az önkormányzat, tehát. Foglalkozott, honnan volt forrása, ha sincs meg a költségvetésre? Nem adtam szót. Aggályok között ugye erre gondoltam, én is hát Balázsra megkérdeztem, hogy tudja ezt felét prezentálni a költségvetésben. És akkor biztosan, hogy tudomásom van róla, hogy mire, hogyan megy. Jó, akkor szerintem zárjuk rövőre. Kicsit sajnálom, tehát most a levelezgetés az durván azt mondja, 6 napja tart. Ugye a 10-én nyújtottak be, mi aznap 10-én válaszoltunk, képviselők is megkapták. Tehát egy hét alatt azért azt el lehetett volna érni, hogy akkor hozd a számokat, összeírjuk a nem ülésre, informálisan beszélgessünk, mert most is ott vagyunk, majd holnap össze kell jönni, és akkor le kell ülni, és akkor áttekinteni ezeket a számokat rendesen. Akkor maradjunk annyira, hogy elvesztegettünk egy hetet.
Én szerint én legalábbis abban a helyzetben nem vagyok, hogy ma erről döntsünk. Így, hogy tegnap lezárult a beadási idő, az már majdnem mindegy, hogy ma döntünk róla, vagy holnap után. Én azt gondolom, a képviselőtestület kész lesz arra, hogyha a megegyezés megszületik, akkor holnap után összejöjjünk, és egy testület rendkívüli ülésen döntsünk. Erről az egyetlen egy napi rendi pontról, de akkor lássunk tisztán, amennyiben a képviselőtársaim egyetértenek abba, akkor holnap jöjjünk össze, beszéljük meg, hozza számokat, kérdezzünk, feleljünk, és akkor utána a hivatal munkatársait megkérem akkor, hogy az önrész tekintetében mit tudunk csinálni, hogy milyen technikai megoldást tudunk tenni. El tudjátok ezt fogadni? Most nyilvánosan ezt nem tudjuk megbeszélni, tehát nyilvánvaló. Jó, röviden, mikor lenne, jó nektek? Jó, egyeztetünk, és akkor, ahogy össze tudjuk írni a képviselőt, akkor jelezzük, jó? Tisztelettel köszönöm. Jó, köszönöm szépen, egyedekben más. Egy javaslatom, parancsolj, ha lehetne. Persze. Többféle okból is, és most nem akarom nagyon vesztegetni a szót. A dolgok össze a végén lakom a közösségeknek a képviselőjét, vagy olyan valakit, akivel érdemben lehet tárgyalni, vagy több olyan valakit, akit érdemben össze kellene hívni. Meg kell megkeresni őket személyesen, vagy levélben. És egy szövetős alkalmával, hát volna egy-két felvetés részemről is, több nyilk részéről is, amit csak ősen meg kell elbeszélni. Jó. Majd egyeztetjük ki, hogy kikkel tudom tárgyalni. Köszönöm szépen. Más valami? Zséva? Én csak annyit szeretnék, vagy itt már szeretném köszönni mindenkinek a játszótérén nyújtott munkáját és segítségét, mindenkinek a kétkezi munkáját, valaki mondjuk áramot adott, valaki szerszámokkal segített, valaki csak a jelenlétével, és nagyon szépen köszönöm az összefogást, és mindenkinek azt kívánom, hogy sok-sok öröm legyen a játszótérben, és együttesen vigyázzunk rá, mert tényleg nagyon sok dolgos embernek a keze munkája van ebben az egészben. Úgyhogy még egyszer köszönöm mindenkinek. Én nem szeretném túlrahozni a dolgot, de illik megköszönni a Évának a szervező munkáját. Ez így igaz. A játszótér motorja, és egyebek motorja az Évánknak. Ugye, na mindegy, ezt nem ragadom tovább. Egy pillanat, amennyiben... Hát én gondolom már körbeért a hír, hogy a Dövös TV nem működik, ez nyilván a faluház első felújításával van kapcsolatban, augusztus közepére üzemelni fog, elején a közepére, hogy ott helyreáll minden, az áram és egyebek ott az ugyanúgy működni fog, mint eddig. Pilla, egyebekben nincs, akkor mielőtt megadom a szót, én a Éva. Na. Még annyit szeretnék, hogy a katolikus temető elég elhanyagott állapotban van, ismét sajnos. Egy hónappal, két hónappal ezelőtt elég sok dolgos kéz ismét rendbe tette, de sajnos megint olyan körülmények vannak, ami tarthatatlan, és ezügyben már összeült a Kálmán Antal atya és Novák Lajos polgármester is. Keresünk megoldást, de jövő hét alkalmával, ismét összefogással rendbe szeretnénk tenni a temetőt. Az Antal atyával ma lebeszéltem, ő vesz üzemanyagot, minden, ami kell, és önkéntesekkel felvonulunk, és rendbe lesz téve, úgyhogy mindenkinek a türelmét kérjük. A szemétárolók is ki lesznek ismét ürítve, úgyhogy türelem, reméljük, hogy jövő héten ismét rendezett lesz a temető környéke. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Én azt gondolom, az ülést bezárom, és akkor utána megadom a szót, hogy a... Két kérdés, hadd tegyek, hogyha már jelentkeztem. Türelem. Tehát mindenkinek köszönöm a részvételt, a mai ülést bezárom. A tévében már nem szeretném kérdés. Annyi ülést bezártam.